Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Rendkívül sikeres Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Magyar Falu programban 17 milliárd forint hasznosult eddig. Erről is szó esik a mai műsorban, és nézzük, hogy még miről. Népszerű a Nyíregyházi Egyetem. 25%-kal több elsős hallgatót vettek fel. Fórum Gáva Vencselőn a Magyar Falu programról kérdezték a kormánybiztost. Megyei értéktár. Kiállítás is bemutatja értékeinket a megyeházán. Csütörtökön volt a ponthúzás, péntekre kiderült, rendkívül népszerű volt a Nyíregyházi Egyetem a leendő hallgatók körében. Vajon miért? Erről is kérdezem Vasné professzor dr. Figula Erikát, a Nyíregyházi Egyetem rektorát. Köszönjük szépen, hogy itt van. Köszöntöm a nézőket. Hogyan értékeli ezt a 25%-os emelkedést az előző évhez képest? Hát először is nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk. Úgy gondoljuk, hogy az online időszak, a digitális oktatás minket is rákényszerített arra, hogy a beiskolázásunkat is online módon végezzük. Egy sor újszerű technikát használva kezdtük el a toborozási tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy ez is közrejátszott, illetve az, hogy egyre népszerűbbek vagyunk, valószínűleg azért ez szájhagyomány útján is terjed a diákok között. Jól érzik itt magukat. El szoktam mindig mondani, hogy itt személyre szóló kapcsolatot alakítunk ki a mester és a tanítvány között, és nálunk nem egy Neptunkóda hallgató, hanem foglalkozunk vele, segítjük a tanulmányaimban, tehát hogy sikeres legyen a végzés, és diplomával a kezükbe távozzanak a hallgatók. Említette, hogy a pandémia rákényszerítette önöket új eszközök használatára, hogy elérjék a hallgatókat. Tehát akkor most így a konklúziót levonván mondhatjuk, hogy önöknek effektíve, most rossz ezt így mondani, de jól is jött a pandémia e tekintetben? Tehát egy kicsit átalakította a kommunikációjukat? Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen, hiszen eddig is használtuk a közösségi média eszközeit, de most egy kicsit szélesebb körben is mondhatom azt, hogy egy kicsit tudatosabban, és erre fókuszálva kezdtük el a beiskolázási kampányunkat, hiszen nem tudtunk kimenni a középiskolákba. Tehát ezt mi mindenképpen a jövőben is meg kívánjuk tartani, illetve erre szeretnénk a jövő évi kampányt is majd építeni. Tehát azért összességében elmondható, hogy az intézmények akkor jobban kialakítják, most már rákényszerülnek arra, hogy jobban kialakítsák efféle kommunikációt. De hát azt is említette, hogy nem csak ennek köszönhető, új szakok is indultak azért, ha jól tudom. Igen, yeah. Hát azért azok a Nyíregyházi Egyetem igen népszerűségét azért jelzi az, hogy mi az elmúlt 4 évben 25 új szakot indítottunk. Tehát ez számszerűen is nagyon sok, de az idén is vannak új szakjaink. Például a gyógy- és hűszernövény felsőoktatási szakképzés, amit mivel most akkreditáltak, így állami finanszírozott formában a pótfelvételi eljárásban lehet rá jelentkezni, illetve szakirányú továbbképzéseink közül a repülési specialista és a repülési szakmérnök is új szak, illetve a mérnök informatikus alapszakunkat is most indítjuk először. Az új szakoknak is köszönhető, hogy többen jelentkeztek? Vagy inkább az amúgy is népszerű szakokra jelentkeztek ugyancsak sokan? Hát én azt gondolom, hogy mivel az új szakok közül egyet most fogunk hirdetni, a szakirányú továbbképzés szint úgy most fogjuk hirdetni, valószínűleg a népszerű szakok azok, ahol még jobban emelkedett igen a létszám, ilyen többnyire az alapszakjaink, tehát például a gazdálkodás, menedzsment, az óvodapedagógusra nagyon sokan jelentkeznek, a program tervező informatikusra, a mezőgazdasági mérnök, és talán soha nem jelentkeztek ennyien a pilóta képzésünkre, tehát az alapszakra, de tanárszakjaink közül is vannak, amik népszerűbbek, ilyen például a történelem és állampolgári ismeretek tanára, az angol nyelvtanár, testnevelés tanára és a vizuális kultúra tanár.
szakjainkra jelentkeztek, de nagyon nagy az érdeklődés a tanítóra, a csecsemő és kisgyermekgondozóra, tehát azokra a bevált szakokra, ahol eddig is volt hallgató, most egy picivel többen jelentkeztek. Ha jól tudom, 869-en fogják megkezdeni az első évüket. Egyébként mennyi lenne a kapacitás? Ez a 869, ez az általános felvételi eljárásba, tehát ugye azt ki kell hangsúlyozni, hogy még most jön a pótfelvételi eljárás, és még a szakirányú továbbképzési szakokra is most lehet majd jelentkezni, tehát alapvetően úgy gondolom, hogy egy olyan 1100-1200 első évese számítunk, hogy mennyi a kapacitás, ez ugye egy nagyon gyönyörű épületkomplexumunk van, tehát azért be tudnánk fogadni 5-6 ezer hallgatót is összességében. Mert most? Most egy olyan 3500 és 4000 között, természetesen ez mindig változik attól függően, hogy hallgatók passziváltatják magukat egy-egy fél évre, tehát ez a létszám változik, de ugye a passzivált hallgatókkal együtt olyan 3900-4000 hallgatónk szokott lenni. Beszéljünk egy kicsikét a szakirányú továbbképzésről, illetve a pótfelvételiről, azok, akik nem nyertek felvételt, vagy még úgy gondolják, ugye, még ők is ide tartozhatnak, akik úgy gondolják, hogy megpróbálkoznának a felsőoktatásban? Igen, tehát ide a pótfelvételére azok jelentkezhetnek, aki sehova nem nyert felvételt, illetve még nem jelentkezett. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha valahova felvették, akkor nem lehet jelentkezni. És még az is egy nagyon fontos információ, hogy egy szakra lehet jelentkezni, egy felsőoktatási intézménybe. Természetesen egy szaknak minősül az állami finanszírozott, illetve a költségtérítéses forma. Ez azért egy kicsit korlát, de ugyanakkor egy nagyon pozitív hírről kell beszámolnom, hogy korábbi években a pótfelvételi eljárásban mindig csak önköltséges formában lehetett jelentkezni. Az idén is, ahogy tavaly a pandémiára tekintettel, állami finanszírozású helyekre is lehet bizonyos alapszakoknál, és az osztatlan tanárképzésbe lehet jelentkezni. Úgyhogy biztatom azokat a diákokat, akik még keresik az útjukat, hogy az osztatlan tanárszakra van bőven kapacitásunk, tehát nyugodtan jelentkezhetnek, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány, hiszen tudja mindenki, hogy pedagógus hiány van, tehát az elhelyezkedés végzés után teljesen 100%-osnak mondható. Mire számítanak szeptembertől? Hát egy pandémiás helyzet után vagyunk, nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk előtte. Hogyan készültek fel egyáltalán? Fel lehet erre készülni, hogy igazából nem lehet tudni azt, hogy mit hoz a holnap? Én úgy gondolom, hogy túl vagyunk az első sokkon, amikor tavaly márciusban jött a vírus, és hirtelen egyik napról a másikra kellett átállni a távolléti oktatásra. Most már teljes mértékig fel vagyunk készülve, de azért mi mindenképpen jelenléti oktatással szeretnénk kezdeni, és úgy szeretnénk indítani az évet, hogy személyesen, személyes jelenléttel, de amennyiben a vírushelyzet úgy kívánja, hogy át kell állnunk, akkor mi egy pillanat alatt át tudunk állni. Egy pandémia és az online oktatás tapasztalatait felhasználva egy újszerű dolgot szeretnénk elindítani, például a szakirányú továbbképzésbe, hogy eleve hibrid formában hirdetjük. Ugye a szakirányú továbbképzésre diplomás emberek, dolgozó, családos emberek szoktak jelentkezni, és szeretnénk az ő tanulmányaikat megkönnyíteni úgy, hogy az elméleti órák azok online lesznek, és a szemináriumok, gyakorlati órák lesznek konzultációs rendben jelenléti oktatásban. Tehát így bízunk benne, hogy megkönnyítjük a tanulásnak a lehetőségét, illetve több hallgatót fogunk ezáltal bevonzani. Tehát akkor egyfajta hibrid oktatásra abszolút készen álltak, mondhatnánk azt igen, is, hogy... Igen, akár. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Egyetemi oktatás után területfejlesztés, nagyon sikeres a megye a Magyar Falu programban, 17 milliárd forint hasznosult eddig. Erről is kérdezhették a kormánybiztos Gáva Vencselőn. Kerecsen József járt a fórumon.
A kormány 2018-ban azzal a céllal hozta létre a Magyar Falu programot, hogy segítse az egyre nehezebb helyzetben lévő 5000 főnél kisebb településeket. Kiírásaiban többek között a mellékút hálózat fejlesztésére, orvosi rendelő, óvoda vagy iskola felújításra is lehet pályázni, de beépítették a programba a falusi csokot is. Múlt csütörtökön a Gába Vencselői János tó mellett a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tanácskozott, polgármesterekkel és vállalkozókkal a program eddigi és jövőbeli lehetőségeiről. Azt lehet mondani, hogy a Magyar Falu program már a vidékfejlesztés zászlós hajójává nőtte ki magát. Egyértelműen a legnépszerűbb, legkedveltebb támogatási forma, illetve pályázati forma, hiszen csak részben pályázati forma a kis településen élők számára. Több lábon áll a Magyar Falu program, hiszen a Magyar Falu program keretében indítottuk el például a falusi csokot, ahol ugye a kedvezményezettek magánszemélyek, olyan fiatalok, akik otthonteremtés előtt állnak, vagy családalapítás előtt állnak, vagy éppen benne vannak a folyamatban, az otthonukat szeretnék megteremteni, vagy éppen fejleszteni, bővíteni meglévő otthonukat. Most már elmondható, hogy kifejezetten sikeres ez a program elem, hiszen több mint 22 ezer család kötött már szerződést otthonának felújítására, több mint 100 milliárd forint értékben kötötték összesen ezeket a szerződéseket. És ez az egyéb családtámogatási rendszerekkel, a csokkal, a babaváró támogatással, a 3 millió forintos támogatás az áfa visszatérítés lehetőségével együtt segített leginkább annak a célunknak az elérésében, hogy megfordítsuk azt a szomorú trendet, miszerint a falvakban drasztikusan csökkent a népesség szám az elmúlt évtizedekben. Ma már elmondható, hogy az érintett települések közel felében ez a trend megfordult, és ma már növekszik a népességszám ezeken a településeken, és addig folytatjuk ezt a munkát, amíg az összes falura ugyanezt el nem mondhatjuk. Szintén a Magyar Falu program része az a mellékúthálózat fejlesztési program, amelynek a keretében az állami kezelésben lévő alacsonyabb rendű úthálózatot, tehát a falvakat, kisvárosokkal összekötő utakat újítjuk fel. Itt jó nagy lemaradásban voltunk, hiszen több évtizedes lemaradásban, ha mondhatjuk, viszont éppen emiatt komolyabb tempóra is kapcsoltunk. 19-ben indultunk el ezzel a programelemmel is, és azóta már elmondhatjuk, hogy 3000 kilométernyi útszakasz megújult, vagy éppen megújítás alatt van ezen a nyáron, és év végéig befejeződik, és jövőre ezt további 1500-al fogjuk megtoldani, azaz 4500 kilométerrel fogunk végezni. Ennek a költségeit tudtuk eddig biztosítani, vagy látjuk, és ezt is folytatnunk kell, hiszen legalább ugyanekkora ilyen 4-5000 kilométernyi szakasz áll még előttünk, amely felújításra szorul. És emellett írtuk ki egy harmadik halmazban pályázatainkat. Nagyon különbözőek a pályázati célcsoportjaink, hiszen nyilván jellemzően alapvetően kistelepülési önkormányzatokat célzunk, hiszen a közszolgáltatások döntő részét ők biztosítják a kistelepülésen élőknek, de a célcsoportunk között vannak az egyházközségek, falvakban működő történelmi egyházak, egyházközségei, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, nagyon sok esetben ők motorjai a közösségi életnek a falvakban, vagy éppenséggel az iskola fenntartók, Lébezberg intézet, piaci szereplők, hiszen elindítottuk az idejében a kisboltok megmentését célzó programunkat, a falvakban működő mikrovállalkozások támogatását célzó programunkat, tehát elég szertágazó ez a pályázati rendszer. Az első két évben, 2019-ben és 20-ban országszerte 130 milliárd forintot biztosítottunk ezekre a fejlesztésekre ebben a pályázati rendszerben. 12 ezer nyertes pályázatot hirdettünk ki egyébként. Ezt megtoldottuk az idei évben még további 10 milliárd forintokkal már most, holott még csak az év felénél járunk, és az idei pályázatainknak a felében hirdettünk eddig eredményeket, de már most is közel 4000 nyertes pályázót ki tudtunk hirdetni. Újdonságok minden évben vannak, hiszen ahogy szoktam fogalmazni, a Magyar Falu programot a falvak maguk írják. Azért is vagyunk ma is Gába Vencsellőn, és nem először vagyok Vinnai Győző képviselőtársa meghívására az ő választókörzetükben, mert hogy permanens országjárásban vagyunk. A program meghirdetése előtt elkezdtük már ezt az országjárást, hiszen személyesen a kistelepülésen élőktől, jellemzően nyilván a kistelepülésen élőket képviselő polgármesterektől, jegyzőktől, alpolgármesterektől, önkormányzati képviselőktől, de éppen az egyéb kedvezményezettektől, civil szervezetektől, egyházközségi szereplőktől szeretnénk megtudni közvetlenül tőlük, hogy mi az, amire igényük van a Magyar Falu programban.
És ezek az igények nagy részben standard igények, országosan általánosan jellemzőek, és évek hosszú során keresztül igényelnek például utcafelújításokra, forrásokat, járdafelújításokra, intézmények épületeinek a fejlesztésére. Ezek folyamatos igények, de néha azért akadnak újabb és újabb ötletek is, és mi ezeket az életszerű jó javaslatokat szeretnénk mindig beépíteni a Magyar Falu programba. Itt tettük eddig is, és itt tesszük a jövőben is. A 2019 és 20-as évben meghaladta az 1000-et a nyertes pályázatok száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nyertes pályázati összeg az idejével együtt elkerüli a 17 milliárd forintot, ez egy rendkívül jelentős összeg. Nyilván ennek az az oka, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alapvetően egy apró falvas megye, tehát lényegesen többen élnek 5000 lélekszám alatti településeken, mint az országos átlag, és több településen is élnek a falvakban élő emberek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És emellett pedig a mellékúthálózati fejlesztésekben is már látunk 140 kilométernyi olyan mellékúthálózati szakaszt, amely már elkészült, vagy éppen építés, újjáépítés alatt van, és ezt a sort ugyanebben a nagyságrendben folytatni fogjuk a jövő évben is. A házigazda település Gáva Vencsellő és a térség más települései számos fejlesztési lehetőséget kihasználtak az utóbbi években. Az látszik, hogy minden település komolyan belevágott a falufejlesztési programokba, minden település próbálja megkeresni magának azokat a kitörési pontokat, amelyekre pályázati lehetőségek nyílnak. Látszik, hogy még sokkal több pénz kellene ebbe a történetbe, de én úgy gondolom, hogy itt képviselő úr, dr. Vinnai Győző képviselő úr környékén nagy sikerrel pályáznak a települések. És ezt szeretném még egy kicsit erősíteni. Mi is, mint Gáva Vencsellő, szinte mindenre beadjuk a pályázatokat, mondhatni mindenre. Persze azért vannak egyeztetések a települések között. Mi is kerékpárút, belterületi út, épp most nyertük meg a minap a művelődési házunk udvarán egy kis fejlesztést, egy ilyen kis filagória, illetve közösségi térfejlesztést, de számos más pályázatot is behúztunk már az évek során, illetve hát azért hoztuk ide ezt a rendezvényt a település szélén lévő János tóra és kikötőhöz, mert turisztikailag a Nyíregyháza-Tokaj turisztikai vonalon mozdulnak a dolgok, minden tiszapartmenti település kicsit erre hajal, hogy ebből a legtöbbet kihozni. Nekünk is megvannak a terveink, tehát itt a kastélykertünk, egy lovarda, a tó, a Tisza, tehát ekköré próbáljuk most szervezni Gáva Vencsellő életét, az ezéven futó, és amiről már beszéltünk korábban többször is a televízióban, a nyári programjaink, a színházi estéket, Tiszai Challenge, Krumpli Fesztiválunkat, tehát próbáljuk megmozdítani a településnek ezt a sarkát. Azok a kiírások, amelyeket a Magyar Falu programban láthatunk, azok az életből jönnek, belterületi utak, járdák. Erre nagyon nagy igény van a választókerületben, általában itt nem is tud mindenki nyerni, hiszen szinte mindenki beadja a pályázatot, és nincs elég forrás. Emellett önkormányzati ingatlanok felújítása, faluházak, közösségi terek, polgármesteri hivatalok külső vagy belső felújítása, amelyek még uniós forrásból nem történnek meg. Itt is nagyon nagy az igény, hogy legyen egy olyan közösségi tér, különösen a koronavírus járvány után olyan közösségi tér, ahol összegyűlhetnek a település lakói és megbeszélhetik közös dolgaikat. Emellett szolgálati lakásokra van lehetőség pályázni, akár a helyi háziorvosnak, vagy a helyi jegyzőnek, vagy hogyha éppen oda kijár. Itt is van igény természetesen. Aztán temetők felújítása, urnafal, kerítés, egyéb önkormányzati gondozás lévő temetők, emellett egyházi temetők felújítására, egyházi közösségi terek kialakítására, egyházi közösség szervezésre is van lehetőség, itt még bért is lehet pályázni, igaz, ez nem olyan nagy összeg, de akkor is sokat jelent egy-egy egyházközség számára. Ami még népszerű, véleményem szerint, az a óvodai játszóterek, óvodai játszódarok felújítása. Itt is 4-5 települést tud nyerni ebből a 14-15 településből. Természetesen nem mindenki adja be, hiszen van, ahol már rendben vannak a játszóterek, de most is 3 településbe adta az óvodai játszótereket, és sikeresek is voltak ebben a tekintetben. Úgyhogy úgy látom, hogy az a forrás, amely a Magyar Falu programjaiban éves szinten rendelkezésre áll. Mondom, nekem a választókerület 40%-a tud pályázni, tehát lakosság 40%-a, és ez kb. 400-500 millió forint. Tavaly majdnem 1 milliárd volt, mert volt egy plusz kiegészítő keret is, amiben reménykedünk az idén is, és ennek örülnek a polgármesterek, nem csak a polgármesterek, hanem a képviselőtestület és a település lakói is.
kiállítás mutatja be a megye értékeit a megyeházán. Mennyiben befolyásolta a pandémia az értéktár működését, és milyen újabb kulturális kincsek várnak döntésre. Erről beszélgetek Baracsi Endrével, a megyei közgyűlés alelnökével, a megyei értéktár bizottság elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Szóval akkor a kérdések adottak, a pandémia mennyire befolyásolta az önök működését. Gyakorlatilag olyan előfordult, hogy egyáltalán mondjuk szüneteltetni kellett az önök aktivitását? Magának a bizottságnak a működése az nem szünetelt, tehát az értéktár bizottság az lényegében folyamatosan működött a pandémia ideje alatt is. Ami viszont változás volt, hogy, és ez teljesen természetes folyamat, hogy kevesebb érték javaslat érkezett be hozzánk, és ennek a tükrébe magát a bizottságot is kevesebb alkalommal tudtuk összehívni. De igyekeztünk reagálni erre a helyzetre, mégpedig úgy, hogy az SMS-ünket egy kicsit átalakítottuk, a szervezeti és működési szabályzatot, aminek az a lényege, hogy maga a bizottság működése lényegében akár online formában is működhetett. Tehát aki nem tudott megjelenni, az online formában leadhatta a szavazatot. Úgyhogy igyekeztünk a lehető legrugalmasabban reagálni erre a nem mindennapi helyzetre, és volt is bizottsági ülésünk, döntések is születtek. A döntésekről kevésbé tudtuk tájékoztatni a közvéleményt, hiszen magát a sajtótájékoztatókat se tudtuk összehívni, hogy mindig az volt a jellemző a bizottság munkájáról, hogyha volt egy döntés, akkor utána egy sajtótájékoztató követte, de pontosan a pandémiás helyzet miatt ezt nehezen tudtuk kivitelezni, és ennek volt a következménye az, hogy például legutóbb egy februári döntésünket csak most itt a nyár közepén tudtuk lényegében hivatalosan is tudatni a közvéleménnyel, de ez még egyszer mondom, hogy maga a pandémiás helyzet a bizottság munkáját nem befolyásolta nagy mértékben. A javaslatok beérkezése az természetesen azon látszott, hogy megváltoztak azért az embereknek az értéktárhoz fűződő prioritásai. Kíváncsivá tett, úgyhogy majd kíváncsiak is vagyunk tényleg erre az újonnan megszületett döntésre. Milyen gyakran üléseznek önök, vagy milyen gyakran kellett ülésezni? Van valamilyen fix rendszeresség ebben? Igazából fix rendszer nincsen. Mindig a beérkezett javaslatoktól tesszük függővé, hogy mikor hívjuk össze a bizottságot. Hogyha egy javaslat fontossága indokolja, akkor akár egy javaslatról is döntünk, hogyha úgy ítéljük meg, hogy az szükséges és fontos a megye szempontjából, de általában azért 3-4-5-6 javaslat szokott lenni egy-egy bizottsági ülésen. Tehát ahogy érkeznek be hozzánk az értéktárba való felvételre a javaslatok, úgy hívjuk össze a bizottságot ülésekre. Ez azt jelenti, hogy évente ilyen 4-5-6 ülés általában mindig megvan, és emellett pedig különböző adhok alkalmak is természetesen szokták a bizottságot munkára ösztönözni. Nagyon röviden, kik a bizottság tagjai? Tehát kik azok, akik döntenek arról, hogy mi értékes? A bizottság 9 fős, bővítettük a bizottságot. Olyan szakembereket hívtunk meg a bizottságba, akik valamilyen területen találkoznak a megyei értékekkel. Tehát legyen az éppen mondjuk a munkásságukhoz kötődő, vagy éppen a hobbiukhoz kötődő, de mégis a megyei értékeket valamilyen szempontból ők a szívükön viselik, vagy mondjuk éppen a zászlójukon hordozzák. És milyen szempontok alapján döntik el, hogy valami mennyire értékes, avagy sem? A legfontosabb szempont az, hogy mennyire jellemző a megye egészére az adott érték, és mennyire tükrözi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitást, hogyha így akarom kifejezni. Tehát ezek a legfontosabb szempontok, hogy mindig a megyére fókuszáljon az adott érték, és valóban azt a kötődést, azt a megyei identitástudatot, azt erősítse. Vannak olyan javaslatok természetesen, amelyeket el kell utasítanunk, mert lehet, hogy éppen egy településhez kötődik csak, és a település határain kívül már kevésbé ismert, bár ilyenkor megjegyezzük azt, hogy minden értéknek van helye, és lehet, hogy éppen az adott településnek vagy települési értéktárnak az nagyon fontos, de az legyen az ő értékük, tehát a megyei értéktárba az kell, hogy bekerüljön. Tud mondani valóban egy példát ezzel kapcsolatban? Ilyen települési értéket, amit végül is leszavaztak, hogy akkor ez nem megyei, hanem egy település inkább. Van ilyen, több is. Hogyha egyet kellene kiemelnem, akkor most éppen mondjuk a legutóbbi bizottsági ülésen volt egy hasonló, amely bár nem pontosan ezt tükröz, de mégis azért ez volt a lényege. Ugye a panyolai értéktártól jöttek javaslatok, és ott több javaslat is volt, de a panyolai szilvalekvárt azt nem vettük fel a megyei értéktárba, mert lehet, hogy ott helyben Panyolán valóban a panyolai szilvalekvár az különleges, de azért a szatmári szilvalekvár az már egyrészt a megyei értéktárnak a része, és az a jellemző a megyére. Tehát lehet, hogy a panyolai egy picit másképp főzik a szilvalekvár, de azért a szatmári szilvalekvár az, ami jellegzetes értékként megjelenik, és hogyha már ez itt szóba került, azért a panyolai értéktárból bekerült például a panyolai farsang, annak a hagyománya,
és a panyolai szilvás étel, ami azért különleges, mert hogyha ételről beszélünk, ugye akkor mindenki arra gondol, hogy az mondjuk egy főétel, vagy egy húsétel, vagy bármi a sonó, de a szilvás étel, a panyolai szilvás étel az egy leves, mert az ételt ott azon a környéken levest ételnek nevezték, és ezért is nagyon különleges az, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor mindenképpen kóstolja meg. És ezek most kerültek be a februári döntéskor, vagy már korábban? Ezek most kerültek be, de nem a februári döntéskor, mert azóta már volt bizottságülésünk éppen egy pár nappal ezelőtt, és ott három javaslattal bővült a megyei értéktár, tehát kettőt már említettem, ugye a farsangot és a panyolai szilvássételt, és emellett pedig még a kárpáti gimszarvas is a megyei értéktárba került, és ezáltal most már 142 érték szerepel ebbe az értéklajstromban. Vannak még azért olyanok, amelyek hát az elmúlt időszakban bekerültek, ugye, és nem feltétlenül tudunk, vagy tudtunk róla. Vannak, igen, és hogyha itt ki tudok emelni egyet-kettőt, akkor mindenképpen megtenném. Tehát egyrészt bekerült az almatermesztésnek az agrokultúrája, a szabolcsi almatermesztés agrokultúrája, amelyre tényleg nagyon büszkék vagyunk, és ezt szerettük is volna, hogyha az értéktárban megjelenik, hiszen az almatermesztésnek itt valóban különleges hagyománya van, és hát Szabolcs-Szatmár-Beleg megye mindig az almatermesztő területeknek a legnagyobb százalékát adta országos szinten, tehát ezt örültünk is a javaslatnak, és ezt mindenképpen szerettük volna, hogy meg is jelenjen értéktári szinten is, és emellett pedig még nagyari értékek kerültek be, ezek voltak a februári döntések, tehát ott akár a Lübi családhoz kötődő emlékek, akár Petőfihez kötődő emlékek most már gazdagítják a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei értéktárat. Azért továbbra is folyamatosan bővül a lista. Milyen esélyei vannak egy-egy ilyen értéknek, hogy bekerüljenek a későbbiekben? Akkor érkeznek folyamatosan, körülbelül átlagosan évente hány darab érték kerül be? Nehéz ezt így megmondani, hogy évente átlagosan hány kerül be. Tehát 2013-tól működik egyébként a bizottság, hogyha itt most vonunk egy átlagot, ugye 142 értékünk van, akkor az durván azt jelenti, hogy bőven 10 fölött évente azért bővül az értéktár. De ez változó. Tehát az értéktár megalakulásakor volt egy nagyobb lendület, akkor ugye több érték került be hirtelen, aztán ugye volt egy hullám, amelyre most a pandémia egy picit még jobban rátett, és most megint azt érezzük, és azon is dolgozunk, hogy újra egy kicsit fellendülőbe legyen maga az értéktár mozgalom, és nem csak a megyei értéktár mozgalom, hanem a települési értéktár mozgalmak is, hiszen mi rájuk támaszkodunk, mi arra a munkára támaszkodunk, amit ők végeztek. És ráadásul most szükség is van erre, hogy ennek adjunk egy lökést, mert most már megyei érték csak úgy lehet valami, hogyha előtte már egy települési értéktárban szerepel. Tehát ez nagyon fontos az, hogy meglegyen az a támasz mögöttünk, az a bázis mögöttünk, amelyet a települési értéktárak alkotnak, mert lényegében mi úgy tudunk dolgozni, hogyha ők aktívak. Úgyhogy ezúttal is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki mondjuk úgy gondolja a listát böngészve, hogy még vannak olyan értékek, amelyek hiányoznak, egyébként még sok hiányzik, hogyha javaslatot tesz, akkor nézze meg, hogy egy települési értéktárba adott érték szerepele, hogyha nem, akkor kérjük, hogy oda nyújtsa be először a javaslatát, és utána a megyei értéktárba, mert akkor fogunk róla tudni érdemben dönteni. Ráadásul van arra törekvés is, hogy ezeket az értékeket megmutassák. Manifest formában például a megyeházán van egy tárlat. Így van. Erről mit lehet tudni? A megyeházán lévő tárlat az egy Hungarikum pályázatból újult meg. Azért mondom, hogy újult meg, mert a megyeháza falait, illetve a kormányhivatal falait eddig is díszítették fényképek, de azok már nagyon régiek voltak. Megkoptak, maga a keret is megkopott, és már igazából nem is hívta fel a megyeházára vagy a kormányhivatalról belépőknek a figyelmét. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor ebből a pályázatból, amely az Agrárminisztérium által lett támogatva, újítsuk meg ezeket a fotókat, és Csutkai Csaba különleges objektívén keresztül valóban sikerült olyan új élettel megtölteni ezeket a folyosókat, hogy most már azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét, és ott azok a megyei értékek szintén meg tudnak jelenni, amelyekre büszkék vagyunk. Úgyhogy a kormányhivatal és a megyeháza folyosóira most már érdemes olyan szemmel is belépni, hogy egy kicsit körülnézni, mert valóban azt hiszem, hogy ezek a fotók, ezek új szemszögből világítják meg a minket körülvevő csodákat. Viszont ott viszonylag kevesen járnak, de többen látogatják, látok a Sóstói Múzeumfalut, és hogyha jól tudom, akkor a tervek szerint ott is terveznek egy kiállítást. Így van, a Sóstói Múzeumfalu pályázott és nyert, és ennek az eredménye pedig az lesz, hogy a megyei értéktár most már lényegében egy helyen, a Múzeumfaluban meg fog jelenni.
látogatható lesz, tapintható, érzékelhető, olvasható lesz egy interaktív kiállítás keretein belül, ami reméljük, hogy a lehető a közeljövőben meg is fog valósulni. És ennek nagyon örülünk, mert eddig a megyei értéktárnak fizikai központi helye nem volt, és azt hiszem, hogy ennél jobb helyet, mint magát a Sóstói Múzeum falut, amely lényegében egy piciny szelete a történelmi Magyarországnak és annak a múltnak, amelyből táplálkozunk és amelyre büszkék vagyunk, most ott meg fog jelenni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár minden értékével együtt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk majd Önöket, akkor többek között Rakamasz polgármestere és a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lesz a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!